Tisztelettel köszöntök mindenkit. Most egy kicsit megfogyatkozott állományban vagyunk itt a téli szünetben. Egy fontos dologgal szeretnénk kezdeni. Először is bemutatkoznék a C-közép szerkesztője Kolárik József. Az MTK-t képviseli András. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Hajrá, kékek! Bődi Balázs a Loki blogot képviseli a mai este folyamán. Így van, üdvözlök én is mindenkit. És a Vasas blog, az újonnan indult Vasas blog szerkesztője Juhász Kristóf a mai. Köszi szépen, sziasztok, mi vagyunk a Vasas. Akkor egy fontos témával kezdünk. Át is adom a szót Kristófnak, mert ő hozta hirtelenjében a témát. Igen, ugyanis a következő dolog történt. Az MLS-nél dolgozó Ferenci Attila, aki ugye a tradíció kutatással volt megbízva, illetve a régi szakanyagok bedigitalizálásával, most nem olyan rég közzétett egy posztot, hogy az MLS se szó, se beszéd, fogta és az összes szakanyagot, amit ő fölrögzített nekik, illetve lehetővé tett, hogy magyar szakemberek fölhasználhassák teljesen ingyen a futballkönyvtár.hu című oldalán, na azt egy az egybe törölték. 3 év kutató munkáját tette tönkre az MLS egyetlen húzással. Ezért nagyon-nagyon gratulálok nekik, bravo kecipfejek, szép munka volt, és annyit mondanék, hogy nem tudom, ki rendelte ezt el, de kiváló reneszánsz pápa lett volna belőle. Ez azért is szomorú dolog, mert magára Ferenc Attilát azért bízta meg az MLS, hogy a tradíció kutatással valaki legyen megbízva az edzőképzésben, és ő fölkutatta azokat a régi szakanyagokat, amik eddig nem voltak elérhetőek, tipikusan könyvtárban bogarászott régi iratok között, különböző jegyzeteket tudott fölmásolni, és több száz szakkönyvet tett elérhetővé, úgyhogy elég síralmas dolog ez, hogy valaki úgy döntött, hogy erre nincsen szükség. Mondjuk az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy hát ezek nem nagyon regisztráltak föl erre az oldalra, hanem inkább főleg bloggerek, újságírók és a legtöbb érdeklődő szurkoló volt, aki ezeket az oldalakat lapozgatta. Azon kívül ezen az oldalon megtalálhatók voltak tematikusan besorolt videók, amik különböző edzésmódszereket taglaltak. András, te mit szólsz ehhez? Az MTK az nagy tradíció tartó egyesület. Mi a véleményed erről? Először is, én nem ismerem az Attilával, mi nem ismerjük egymást, de nem is szükséges ahhoz, hogy erről a sztoriról tudjak véleményt mondani. Nyilván anélkül, hogy kétségbe vonnám, amit ő mond meg ír, nem ismerem a bejegyzésének sem a tartalmát, hogy arra kitére, hogy esetleg biztosan van-e arról tudomása, hogy ezt esetleg az MLS nem mentette el le valahova. Hogyha ezt nem mentette le sehova, és tényleg nyomtalanul eltűnt egy embernek, akik ráadásul az MLS alkalmazott, ha jól értek a sztoriból, mondjuk 3 évi munkája, hát ez mondjuk ez csak csupán közgazdasági megfontolásból is botrány, mert akkor gyakorlatilag kidobtunk annyi pénzt az ablakon, mert hogy ez azért nem 2 perces mutatvány egy ilyet feltenni. Én azért zárójelben megjegyzem, hogy kicsit bízom benne, hogy az Attilának esetleg megvan ez az anyag valahol, és hogy az ő munkája nem vész kárba, mert hogy nyilván egy ilyen típusú szakember a legjobb tudását latba vetve igyekszik feltölteni olyan dolgokat, és elvégezni a munkáját, hogy az megfelelő legyen, és használható. Hát sajnálatos, hogy ezt nem használták egyébként arra a célra, és hogyha ez megsemmisült teljesen, hát az akkor no comment kategória. Balázs? Hát most erre én tényleg nem tudom mit mondani, ez annyira tipikusan magyaros történet. Az élet bármely területén tapasztalhatunk ilyen húzásokat, nem csak az MLS részéről, úgy gondolom. Hát sajnálatos tényleg. Hát emlékeztek arra, amikor a Mezei György kezéből ugye kikerült a kormánypálca, akkor az akkori szakoldalnak minősített Top 21, ugye? Valami ilyesmi volt a neve az oldal, Kristóf. Hát azt nem emlékszem már pontosan. Az a lényeg, hogy akkor is valami hasonló oldalon gyűjtötték a szakanyagokat, akkor is nyomtalanul eltűnt több évnek a munkája. A bicskei átvette, arra gondolsz? Igen. Hát igen, nehogy már valami fogózkodója legyen, vagy hogy eredményes munkát tudjon utána végezni, hogy előtte mit oktattak az edzőknek. Azt találja ki magától. De egyébként azt is mondom, hogy ebből látszik, hogy az MLS-t aztán se a magyar kultúra, se a futball, se semmi nem érdekli. Egyébként ez azért tanulságos, még bocsánat egy mondatra, hogy olyan nem szabad, hogy legyen, hogy a következő kőműves az teljes egészében elutasítja az előző kőműves munkáját. Ha csak nem az előző tényleg valami kontár volt, vagy ilyesmi. Tehát, hogy én arra utalok, hogy azért minden rendszerből valami átemelhető, meg használható,
ahogy a Kristóf éppen mondta, hogy fogóckodóként legalább, vagy valami viszonyítási alapot adhat. Tehát ez az evolúció rendje, hogy valamihez képest fejlődik valami voltaképpen. Szóval az nagy hiba lenne, hogyha így rendszereket úgy dobnánk ki a kukába, amikor elmúlnak, hogy mindenféle elemzés és egy magunk minél jobban való informálása nélkül a tekintetben, hogy mit kell másképp csinálni, vagy esetleg mit kell ad abszurdum megtartani abból a dologból, mert nem biztos, hogy minden az ördögtől való. Szóval ez fontos. A következő témánk, hát sajnos ezzel nem tudunk mit kezdeni, azért szükségét éreztük, hogy ezt is elmondjuk, hogy vannak emberek, akik szeretnék ezt a magyar labdarúgást valahogy visszahozni magára a csúcsra, vagy a közeli állapotba, vagy megismertetni azokat a történelmi eseményeket, bemutatni, hogy valamikor voltak igenis korszakalkotó szakembereink. A következő témánk, talán akkor először is üdvözlöm Borse Gábort, az Újpest 1885.hu szerkesztőjét. Sziasztok, hajrá, Lilák! Nincsen új címer. Ha már itt van Gábor, akkor egy pár szóban kérlek számolj be arról az eseményekről, ami az Újpest környékén történt. Sziasztok! Elnézést a késésért, de olyasmi jött közben, ami miatt még akár kicsit többet is késtem volna. A lényeg az, hogy ugye a bírósági tárgyalás megtörtént másodfokon a címerügyünkben, és az UT-nak a keresetének ezúttal helyt adtak, vagyis az UT-nak sikerült bebizonyítani azt, hogy jogi személynek van joga arculati elemekhez, és az szerződések szerint elbitorolhatatlan, tehát magyarul annélkül, hogy ne egyezett volna az UT-e abban, hogy arculati elemeket változtasson a tulajdonos, anélkül ezt nem lehet tőle elvenni. Azért volt ez nehéz szülés, mert ez precedens értékű, ilyen még Magyarországon eddig nem volt, és hát nem kis fejtörést okozott egyébként még a bíróságnak sem az ügynek a megítélése. Több forrásból is tudom, hogy a másodfok előtt is elég hosszan vitatkoztak szakemberek is a kérdésben. Aztán maga a tárgyalás sem volt túl egyszerű, és a tárgyalás után a döntéshozatal előtt 2 órát tanácskoztak, hogy milyen döntést is kell ebben az ügyben hozni. Hát jó döntést hoztak, úgyhogy nagyon örülünk. Hát most 30 napja van a tulajdonosnak arra, hogy visszaállítsa a rendet, és most az még nagy kérdés, hogy megpróbál-e trükközni, vagy nem. Van-e valami információtok arról, hogy hogyan reagálta le az Újpest tulajdonosom ezt a dolgot? Most nem a személyes reakciója, hanem nem történt-e már valami lépés a részéről ezzel kapcsolatban? Hát van olyan információ is, ami a másik részét illeti, nem volt túl boldog a bíróságon, állítólag volt egy olyan mondat, amelyikben többször is Pisi is, meg Kaki is elhangzott, de hát a reakciója az mosolyogtató volt, mert kijelentette, hogy tárgyalni kell a címer kérdésről. Én nem tudom, hogy olvastátok-e az Újpest 1885.hu, volt erről egy kis szösszenet, szerintem elég jól összefoglalja a helyzetet, mert hát ugye eddig könyörgött neki minden illetékes, hogy üljön letárgyalni. Eddig nem ült letárgyalni. Most, hogy a pert elvesztette, most le akar ülni tárgyalni. Hát nem tudom, ki hogy érzitek. Nyilván itt nem szabad hallgatni az indulatokra ebben a kérdésben. De azért nagyon furcsa lenne, hogyha most azokat az embereket, meg akiket eddig semmibe vett, meg azt a szervezetet, az anyaegyesületet, amit eddig gyakorlatilag semmibe vett azzal, hogy kijelentett többször is, több közeledése is, hogy ez a kérdés már le van zárva. És amikor jogerős bírósági végzés van a kezükben, hogy megnyerték a címerügyet, akkor majd engedékenyeké válnak, főként azok után, ahogy a tulajdonos eddig ezt a kérdést kezelte. Hát én nagyon-nagyon csalódott lennék, hogyha ebben a... Ugye eddig a tulajdonos mindig azt mondta, hogy bármiről lehet tárgyalni, csak a címerről nem. Hát akkor maradjunk ebben. Balázs?
Nekem csak egy gyors kérdésem van, ugye említetted, Gábor, ezt a 30 napos visszaállítási időt. Arról lehet-e tudni, hogy milyen szankcióval járhat, hogyha 30 nap múlva nem állítja vissza a címet? Én úgy tudom, hogy a jognak egyébként erre szankciója kifejezetten nincsen. Ugyanakkor a tulajdonos nem csak az arculati elemekhez való jogot sértette meg, hanem a társasági szerződést is megsértette azáltal, hogy nem olyan döntés született a címer lecserélése ügyében, amelyik egyhangú, illetve hát nem is volt tulajdonképpen társasági taggyűlés ebben a kérdésben. Ezért a másik fronton is megy a per, tehát ott is az UTE megkeresi az igazát. Úgy tudom, hogy egyébként a jog nem ismer kifejezett szankciót erre a kérdésre, vagy most elkezdik pénzt büntetgetni, nem ez lesz egyébként a mérvadó, hogy mekkora lesz a büntetés ebben az ügyben. András? Én, hát megint egy kicsit lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, meg, de mindegy, nem minősítem előre. Tehát én globálisan nézem ezt az egészet. Azért az MTK-nál én is már megéltem egy pár tulajdonost, és tudom, hogy mi a helyzet, és tudom, hogy milyen az, amikor van egy feszültség a tulajdonosok és a szurkolók között, most az tök mindegy, hogy kinek a hibájából, az nem jó a klubnak, tehát az nem működik. Tehát hosszú távon mindenképpen nektek is az az érdeketek. Ugye most ebben nyertetek, tehát gyakorlatilag akármit le akar ülni tárgyalni, oké, üljünk tárgyalni, mindenképpen vissza kell helyezned a szív fölé azt a címert, ami ott volt azelőtt, mielőtt kihelyeztél valamit, mert azt nem jogosan helyezted ki. Tehát, hogyha próbáljátok most valahogy szerintem, és ez nem tanács, hanem hogy én mit gondolok erről az egészről, tehát hogy ti attól még lehettek nyitottak, hogy a Pali teljesen zárkozott volt és bunkó, mert úgy gondolom, hogy ettől függetlenül ezeket a sebeket valahogy be kell gyógyítani. Szerintem. Mert a klubnak ez a jó hosszú távon. És nem biztos, hogy ez a Pali el fog menni feltett kezekkel, és azt mondani, hogy viszlát, akkor próbálok vele, ha nem is egyből puszipajtások lesznek holnaptól, de legalább most mit tudom én, hogy ti nyújtotok, tehát békejobbot kvázi egyszer, vagy valami. Tehát, hogy ez nem a büszkeségeteknek, meg ez nem egy megalázkodás, mert bírósági pert nyertetek, tehát innentől kezdve szerintem... Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire... Maximálisan értem, amit mondasz. Azt hiszem, hogy egyet is értek vele, és azért használom ezt a szót, hogy azt hiszem, mert azért ez egy picit annál árnyaltabb helyzet, mint hogy most csak kijelentjük, hogy legyünk már jó fejek. Ja, igen. Az az igazság, hogy nagyon sok helyen, nagyon sok embert sértett már meg ez az ember, nagyon sok olyan történetet tudnék én is mesélni, de hát mások is, aminek lehet, hogy a fele az városi legenda, de ha csak a másik fele igaz, már az is bőven elég ahhoz, hogy azt mondja az ember, hogy minimum nem minden van rendben. Ettől függetlenül én is azt mondom, hogy persze bármiről lehet tárgyalni, de vannak minimumok, amiket nem lehet megváltoztatni. Talán használtam egyszer valahol ezt a kifejezést, hogy azért, mert a laoszi himnusz egy kicsit jobban tetszik, mint a magyar, attól még nem fogom adaptálni azt a himnuszt. Tehát ez egy minimum. Egyetlen. És ha majd esetleg értékelésről lesz szó, akkor majd erről egy kicsit beszélhetünk még, de persze, legyünk nyitottak, de az az igazság, hogy annyira elvesztette ez a pacák a bizalmat Újpesten, hogy már nehéz, nagyon neki valami baromi nagyot kell ahhoz virítani most a téli átigazolási időszakban, meg még más vonalakon is, talán egy kicsit most, hát ha nézi az adást. Hát ha ott ül a szinkron tolmácsával is nézi. Így van, de legyünk nyitottak, de nagyon pokoli nehéz nyitottak. Én gondolom, hogy itt egy érdek van, ami mindenek fölött van nektek, mert nekem fordított esetben ez lenne, az az Újpest, ugye, ami nekem az MTK lenne. Tehát itt ugye nem arról beszélünk, hogy most itt személyesen, meg hogy nekem, meg mit sértett, mit nem, hanem az a lényeg, hogy itt azért rendezni kell valamelyest a viszonyokat, ami nem azt jelenti, hogy holnaptól egymás lakásába kávézgattok, hanem legalább van egy megfelelő kommunikáció, valami elindul, és lehet, hogy egy csomó dologra te is rájössz, hogy igazából nem is úgy van, meg lehet, hogy ő is rájön, mert nagyon nagy a távolság köztetek, és tudod, az idegenek, akik nem ismerik egymást, ott annál nagyobb a félelem is. Már vélt, lehet, hogy valós tulajdonságokat teljesen felnagyít az ember a képzeletében.
Szóval szerintem tök hasznos. Megnézitek, hogy mit mond. Ugye neki már most már ezzel kapcsolatban gondolom úgy sincs semmi a kezébe alapvetően. Tehát vissza kell tenni a régi címereket. Ez egy kis költségvetésben egy kis mínusz gondolom. Hát én nem tudom, hogy éppen most mi van a kezében, de meg azt gondolom, hogy kávézni is úgy érdemes, hogy azért nem egymás lakásába kávézunk, hanem valaki mindig van otthon, mert különben nem együtt kávézunk. De értem, és megértem, amit mondasz, András, de nem itt kezdődött ez a sztori. Ez igazándiból, ez már a Mogyoró volt a Habon, ez a címer történet. Nem kérem tőled, hogy olvasd vissza az Újpest legutóbbi 5 évének a történetét, de majd aztán mi kávézunk egymás lakásában, akkor azért elmondom neked, hogy milyen sztorik voltak itt az elmúlt időszakban. Ki milyen lógóral távozott Újpestről, játékosok, hogyan, milyen körülmények között, hogy bánt szurkolókkal, hogy bánt más mondjuk az UTE vezetőségével, hogyan kezelt olyan kérdéseket, amik ugyanúgy az Újpest. Hogyan rúgott föl utánpótlás szerződést? Miért? Persze az az Újpest, az egyetlen egy szempont, ami van. Csak valahogy már beszéltünk róla, hogy a foci az mindig másodlagos, itt mindig van valami előrébb lévő szempont. Ennek a világnak, a labdarúgásának egyébként szerintem erre utalva, amit mondtál, ugye, hogy lógóorral vezető, meg mit tudom én kitávozott, mindig vannak ilyen vesztesei. Tehát nem tudsz olyan érát mondani egy klubnál, aki nem sértődik meg, nem megy el úgy, hogy elküldik ilyesmi. Szóval ez egy tök bonyolult kérdés, és nem védem a palit, mert nem ismerem az egész szituációt, és tökre elhiszem, amit mondasz. Én csak így ennyit fűztem ezt hozzá. Még egy fél mondat, csak annyit, hogy tökre köszönöm szépen, hogy egyébként ezt mondtad, főként egy vetélytárstól tök jó volt ezt hallani, hogy nem kárörvendően nézted ezt az egész történetet, hanem segítő szándéka. Majd tényleg egyszer elmesélem ezeket a dolgokat, hogy itt mik zajlottak le és hol. Tudjátok-e majd teljes értékű partnerként kezelni szerinted? Egyébként én szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy senki sem nézte, egyik résztvevő sem nézte kárörvendőleg az, ami folyik nálatok. Vagy folyik nem, sőt, én megköszönöm minnyájatoknak, akik bármilyen módon támogattátok ezt a harcot. A magam részéről csak annyit tudok nektek mondani, hogy igen, sokszor nagyon jól esett az, hogy megjelent a régi címer bizonyos nem az régi, az egyetlen címer bizonyos helyeken, mert sokszor tartotta a lelket. Egyébként még annyit hozzá kell tenni az egész történethez, hogy sokan azt mondták, hogy bár a szurkolók tiltakoztak így, úgy, amúgy, és ez megítélhető pozitívan vagy negatívan, vagy része megítélhető pozitívan, negatívan, de mégiscsak a bíróságon az UTE nyerte meg ezt a pert, ami természetesen igaz, hiszen így történt. De azt nem szabad elfelejteni, hogy ebben a kérdésben annyira megosztott volt a jogi jogász társadalom, hogy elképzelhetetlen, hogy ne lett volna hatása, az a felzúdulás, az a harag, az ne lett volna hatással a bírósági döntése, sőt, én úgy tudom, hogy egyébként támaszkodott is ezekre a hatásokra a bírós, vagy az UTE, a periratában, úgyhogy én szeretném megköszönni mindenkinek, aki csak egy mozdulatot is tett ezért a címerért, hogy visszakapjuk, mert ez nekünk nagyon fontos volt. Akkor gyorsan lépjünk is tovább, és gratulálunk a szurkolói győzelemhez. Még az értékelések előtt volt egy heti esemény, ami mint fölborzolta a szurkolóknak a kedélyét. De Hemingway úr egy megjegyzést tett a volt edzőjére, illetve a mostani csapatára, tehát Marco Rossit minősítette, és szlovák falunak minősítette Dunaszerdahelyet, amiért utána természetesen észbe kapott és bocsánatot kért. Szerintetek meggondolatlanul cselekedett, vagy az érzelmei vezérelték, vagy mi vezethetett idáig, hogy ilyen személyeskedésbe csapott át ez a vita, András? Mi a véleményed? Köszönöm, hogy megkapom a szót. Tulajdonképpen arról van szó, hogy
nekem, én amikor fociztam, kicsit messzebbről indítom, a Budapest másodosztályban, meg harmadosztályban, akkor nekünk a Hemingway úr vezetett meccseket többször is, mint játékvezető. A legjobb technikával egyébként felszerelkezve, pulzusmérős óra, másik kézen az aranyroller, mondjuk azt én sem hagynám benne az öltözőbe egy ilyen focipályán, és szemüvegkel, olyan a partjelzőknek olyan zászlója van, ami jelez neki, meg tudják nyomni, szerintem az első ligában nincs olyan, tehát sípol, meg minden. Az elején mindig tart egy ilyen kis speech-et, ahol elmondja, hogy mire lehet számítani, és ott körülbelül ez hangzik el, hogy én minden héten vezetek mérkőzést. Aki lögdös, köpköd, káromkodik, azt kiállítom, eltiltják. Jövő héten nem futballozik. Én minden héten vezetek meccset. Tehát elmondja nagyon egyébként megmosolyogtató és tiszteletre méltó másrésszel végigfutja a meccseket, és azért tegyük hozzá, és akkor most már itt átcsatolok, ha nem is teljesen ilyen összhangzatlanban stimmel, de majd értitek, hogy mi a kapcsolat, hogy ő vezet egy futballklubot valahogy, amit szerintem jól csinál, mert a Honvédnak azért az eredményei elég jók az utóbbi pár évben, tehát amit kitalálhat, az működik, eléggé következetes, tehát a szurkolókkal is úgy építette fel a kapcsolatát, hogy az elején ott se volt jó a kapcsolat, hogyha emlékeztek rá, mert rendet kellett raknia, de utána, miután találtak egy közös nevezőt, és valahogy rendet rakott, azóta a Honvéd egy elég profi működő klub, és mi amikor ott voltunk, ugye mi többször voltunk, amikor építették az új a Hidegkuti Rándor stadiont, akkor mi állandóan ott szerepeltünk, és olyan szervezetnek tűnik minden, szerénynek, de szervezetnek. És nyilván ez egy nagyon nagy stresszel járó dolog, és ez egy borzalmas nyilatkozat volt egyébként, amitől később, tehát nem úgy értettem, mert ő a megfelelő kifejezéseket gondolom nem mindig oda teszi, azért az ő magyar beszédében egyébként van, tehát hagy maga után néha kívánnivalót. Nem akarom megvédeni egyébként, mert ez egy elszólás volt, egy rossz elszólás. Szerintem ő tiszteli a Rossi munkáját, egyébként a Rosszit én iszonyatosan jó edzőnek tartom, és nagyon tisztelem viszont azt a Hemingway úrban, hogy bocsánatot tudott kérni. Mert nálunk ezt nem teszik meg se politikusok, se sportvezetők, hogy valaminek a hevében emberek vagyunk, vannak elszólások, de utána legalább tényleg tanúsítsunk megbánást. És úgy gondolom, hogy olyan Karakán Palinak a szájából, mint amilyen a Hemingway, egy bocsánatkérés, az különösen elfogadható, mert ő azért egy komoly üzletember is tud alázatot gyakorolni, hogyha kell. Tehát ez a pozitívum a történetből. Nyilván az lett volna a legjobb, hogyha ezt ki sem mondja ezt a mondatot, de ebből nem kell egyből egy ilyen hókusz-pókusz csinálni, hogy tudod, hogy a Dunaszerdai az nem falu, mert nem ez a lényeg ennek az egésznek, ez egy érzelmileg megérintett őt, ő úgy fogja ezt föl, én gondolom, hogyha meg akarjuk nagyon érteni, hogy őt ott hagyta a szarban, amikor nyerőbe voltak, csak azért, mert elment onnan, és biztos, hogy elhangzott ez egymás között is, hogy oda elment egy ilyen falura, amikor itt egy budapesti, fővárosi csapatot vezethetett volna. Gondolom ez a gondolatmenet lényege, alapvetően attól függetlenül egy ilyen embernek, aki prominens személyiség, nagyon kell figyelni arra, hogy mit mond, pont. Balázs? Egyetértek András, én is úgy érzem, hogy az inkább egy ilyen elszólás volt, próbálta volna kicsit ledegradálni azt, hogy hova ment Rossi, aztán egy ilyen meggondolatlan kijelentést tett. Mondjuk az, hogy elnézést kért, az szerintem inkább volt köszönhető annak, hogy azért elég nagy ösztűz alá került most itt a médiában. Egyrészt ugye a kispesti szurkolók is megtalálták, illetve nyilván a Dunaszerda helyiek, úgyhogy szerintem ez azért közrejátszott abban, hogy végül elnézést kért. De valóban azért jó lenne figyelnie, hogy mit mond, mert abból ilyen félreszólások sülhetnek ki, és ilyen félreértések. Gábor? Alapvetően egyetértek Andrással, és a legtöbbet elmondta helyettem is. Annyit módosítok csak rajta, hogy azért Hemingway úr 10 éve vezeti a Honvédot, ha jól tudom, de közel 10 biztos van. Arra támaszkodni, hogy ő nem magyarul álmodik, meg nem magyarul gondolkodik, meg a szókincse nem annyira jó, és hogy ez egy kicsit tehát azt azért már ezt nehezebben hiszem el, de egyébként én se kerítenék nagy feneket ennek az ügynek. Sokkal fontosabb fenékkérdések vannak itt farpofák ügyekben nekünk, úgyhogy nehezebb foglalkozunk. Kristóf? Pont ilyen jó végszó után szeretem folytatni. Maradjunk annyiba, hogy szerintem ez az akcentus, ez szerintem csak egy marha nagy megjátszás a Szabó Gyuritól, mert ugye ez az eredeti neve. Úgyhogy ezt annyira nem tudom elhinni, pláne, hogy amennyi éve ugye itt él Magyarországon,
vagy visszaköltözött, mert ugye, ha jól tudom, azért nem külföldön született. A másik fele, meg nekem ezt egy Honvéd szurkoló ismerősöm mesélte, hogy a Rosszinak valami olyan szerződés feltételeket adtak ugye a bajnoki cím után, hogy a fizetése nem is változott volna, de a megbízást csak egy évre kötötték volna. És ugye ezt nem fogadta el, ezt, ha jól emlékszem, szóvá is tette ő is valami ilyesmit mesélt az interjúiban, hogy nem megfelelő, vagy nem érezte a bizalmat ugye a Hemingway felől a folytatáshoz, és ugye mindjárt jött ez a Fander mérnevű fickó, és akinek 2,5 vagy 3 éves szerződést kötöttek, most hirtelen nem is tudom, hogy 2 éves, mindegy, 2-3 éves, tök mindegy. Szóval egy jóval hosszabb idejű kontraktust ajánlottak egyből nekik, gondolom valószínűleg hasonló, a többi feltétel valószínűleg nem lehetett más. Tehát ez az érdekes, hogy azért egy bajnok csapat edzőjének, aki igazából egy ilyen középszer NBA szinten közepes csapatból csinált valamit, annak nem azt mondom, hogy folytasd még, ameddig akarod. Hát erre vagyok kíváncsi. Szóval miről beszélünk? Innentől kezdve meg, hogy az, hogy Rossi akkor egy másik bajnokságot választott, meg egy másik csapatot, szerintem ez abszolút érthető. Igen. Az érem sok oldala. Igen. Én szerintem ő egyáltalán, tehát a Hemingway úr nem magyarként gondolkodik, és az ő szájából ezt a Dunaszerdahelyi dolgot én nem tartom sértőnek, mert bármilyen furcsa, és én nem tartom magyar embernek a Hemingway-t. Nem különösebben érdekel az erről kialakított véleménye, az én szívemben a Dunaszerdahelyi ugyanolyan magyar város, mint Budapest, úgyhogy nem érdekel, hogy az ilyen emberek miről beszélnek. Az viszont igaz, hogy a klubját a saját pénzéből jól vezeti, amilyen szinten lehet. Csak bajnok csapatot csinált úgy egy Kispestből, hogy nem tudom, fele vagy harmada a költségvetése mondjuk a Ferencvárosinak, és azért ez tiszteletet parancsol. Hát nem nagyon fogadják a szívükbe a jelenkori vezetői sem, politikai vezetői sem, szivatják ezzel a stadion kérdéssel is. Azért megmondom őszintén, sokszor úgy szánakozva nézek rá, mert a nem sok tulajdonos közül az egyik, aki tényleg a saját pénzéből dolgozik, nem pedig állami megbízásokból nyert TAO milliárdokból. Jó, akkor talán azt tudnám mondani, hogy menjünk tovább, és hát azt terveztük, hogy ebben a műsorban értékelni fogjuk, felállítunk egy álomcsapatot és egy balek csapatot. Most több résztvevő is nincs itt, azért megpróbáljuk megejteni ezt az értékelést. Átadom a szót akkor Andrásnak, hogy nézzük az ő álomcsapatát, vagy álomjátékosait, illetve balekjait. Én az álomjátékosoknak, ha jól emlékszem, akkor 2 Ferencvárosit adtam meg, és 1 videótól játékost. A videótomból a Pátkai Mátét adtam meg, mint maximum. Az álomjátékos azt kicsit túlzásnak tartom, de magyar szinten álomjátékos. Igen, de szerintem a Pátkainak egy jó szezonja volt. Szerintem nagy dolog bekerülni abba a videótomba, úgyhogy ilyen stabilan játszani, mert azért mégiscsak magyar szinten egy erős csapatnak számít. És tudott a válogatottban is, hát hogy bizonyítani az kevésbé helytálló szó, de legalább játszott a válogatottban, tehát hogy válogatott szintű játékossá avanzsált tulajdonképpen Magyarországon, és neki van némi MTK-s kötődése, már ott is láttuk, hogy egy jó futballista, amikor eligazolt, és tulajdonképpen ennyi, ezt nem kell túl misztifikálni. Szerintem úgy kiemelkedett, mint magyar játékos, úgy gondolom. Illetőleg a Fradiból 2 játékos játéka tetszett kifejezetten. Az Amadou Moutari az egyik játékos, és a Paincil a másik, aki szerintem 2 nagyon jó játékos, és nagyon örülnék, hogyha az egyiket az MTK a jövő évtől le tudná igazolni. De én már a Bognár Pistának is nagyon örülnék, csak akit, na mindegy, nem akarok előle lelőni poént, mert már majd ez még lesz még ezzel kapcsolatban csörténk, úgy gondolom, mert hogy ő kapott tőletek is jelölést, nem feltétlenül állom csapatként, mindegy, nem szaladok ennyire előre. És tulajdonképpen lúzereknek, vagy pedig a gyengébb, illetve a hogy szokták, ez a citromdíjasok, vagy a málnak? Igen. Én nem is úgy állítottam fel, mert szerintem azért túlnyomó részt nem látunk olyan erős futballt, és most itt elkezdenék kivenni embereket. Hát öngolt mondjuk senki nem fejelt, mint válogatott szinten annó a hollandok ellen, vagy nem láttam ilyet legalábbis, akkor az lehet, hogy az én tájékozatlanságom. Én inkább a sportszerűtlen
segítséget emelném itt ki. Az egyik részről a videótomból választottam ki a Lázovics-féle csatársort, ott még valakivel, a Sztyepovicssal, akik nekem túlzás, szóval nekem túlzás. Én a Juhász Rolandot azért nem tenném ezt hozzá, mert én még mindig olyan nehezen tudom elképzelni ezt az egész dolgot, annak ellenére, hogy elhiszem nektek, ami történik, meg ő mégiscsak azért közelebb van a szívemhez, mint a másik két játékos, de egy ilyen két kaliberű játékosnak a futballal kéne foglalkoznia, ezért egyértelműen én őket a úgynevezett bóc csapatba jelölném emiatt, illetőleg anélkül, hogy ismerném a játékos keretet, én ezt a lélektelenséget kicsit érzem a Felcsúti Akadémia labdarúgóin. Tehát már több adásban is beszéltünk erről, hogy ez nagyon nehéz történelmet teremteni egy szempillantás alatt egy olyan csapatnak, aminek nincs történelme, és nagyon nehéz a köré egy misztikumot, egy tiszteletet parancsoló szép stadion ellenére, ez nem mutatkozik meg, ugye nem konkrétan definiált a célcsoportjuk, a szurkolóbázisuk, stb. Tehát nem tudjuk, hogy mi van, mert nekünk is alig vannak szurkolóink kint a meccseken egyelőre, bár ez se igaz egyébként, ilyen 1700-an vannak kint az MTK meccseken, de azért tudjuk, hogy kik az MTK szurkolók, és hogy rétezünk elég régóta. Most ezt nem azt mondom, hogy nem lehet új klubokat alakítani, de egy kicsit én egy pár Felcsúti játékot mindenképpen betennék, és rövidre is zárom gyorsan, az edzők közül nekem a Herceg András és a Boldog Tamásnak a munkája egyértelműen meggyőző, és én szurkolok nekik, mint személyiségeknek, mert úgy gondolom, hogy annak ellenére nem biztos, hogy azért még eredményileg, hogyha lebontanánk a Boldog Tamás eddigi teljesítményét csak számokra, akkor olyan nagyon oda lennénk, de amit látunk, meg a nyilatkozatok és a habitus, az kell, és itt kockáztatni kell, mert anélkül biztos, hogy nem lehet előre jutni ebben a témában. Úgyhogy gyakorlatilag át is adnám nektek a szót. És kit tenném meg a Bohóc szövetség kapitány, illetve kapitánynak? Nem, tudom, hogy nem vagy egy negatív ember. Igen, írtam már nektek, hogy olyan kellemetlen, mert én nem gondolom, hogy annak ellenére, hogy valakit oda teszek, hogy én jobban értenék a futballhoz. Én szerintem a Pintér Attila az szükségeltetik ezen a porondon, mert jól szórakozunk. Témát szolgáltat. Ez pontosan erről van szó. Tehát akkor miért említetted? Tessék? De témát szolgáltat. Akkor miért említetted? Akkor miért említettem? Igen, mert hogyha már jelölnöm kell valakit, és akkor őt jelölném minden tiszteletem mellett, mert fönn tud maradni ebben a vérkeringésben, és végül is azt tudja csinálni évekig, amit szeret, úgyhogy mi ezt kajáljuk valamilyen szinten. Ezért vagy azért kajáljuk. Hát nem más kajálja be, mint aki oda tette őt. Ki tette oda őt? Hát biztos, hogy tudjuk, hogy ki találta ki. Hát akkor hogy tudja? Ez ennél jobb szélszest, mint ez a Pali, és hétlől hétre eladja magát az interjúkban, mond valamit, amitől valakit megfog. Hát a válogatottól ez egy felfele bukás. Ez a szélzes minősítés, ez már közelít azért az igazsághoz. Ma a csomagoláson már rohadt sok minden múlik, sajnos. Hát, na mindegy. Balázs, akkor halljuk a te csapataidat. Én egy kicsit elfogult voltam az államcsapatot illetően, mert tudtam, hogy úgyis akiket én jelölnék, azt majd ti fogjátok jelölni. Úgyhogy én hazai porondról választottam két játékost, az egyikük Nagy Sándor, aki hát megkövetem magam, mert a szezon elején az első két-három meccs után olyanokat jelentettem ki róla, hogy az eddigi legnagyobb bohóc, aki a DVSC-ben megfordult, meg ilyen rossz kapusunk még nem volt. Azért veszem hozzá, joggal gondoltam róla ezt azért az első egy-két-három meccse után, mert amit ott láttunk tőle, az tényleg bohózatba illő volt, de amit utána csinált, és ahogy felépítette magát mentálisan, főleg mentálisan, mert azért nem gondolom azt, hogy ő 3 hónap alatt megtanult volna 32 évesen védeni. Szóval felépítette magát mentálisan, és hát kulcs szereplője volt annak, hogy 9 meccsen keresztül nem kaptunk ki, kulcs szereplője annak, hogy a dobogón telelünk, és kulcs szereplője annak, hogy mi kaptuk a harmadik legkevesebb gólt a bajnokságba, szám szerint 23-at. Úgyhogy megemelem a kalapom előtte, hogy ilyen szintre felhúzta magát itt az ősz végére, és tényleg most már azt mondhatjuk, hogy megkérdőjelezhetetlenül a Loki első számú kapusa, és nem fanyalgunk, hogyha ő áll a kapuban. A másik választottam pedig Varga Kevin, aki
a nyár végén került be ugye a DBSC kezdőjébe, gyakorlatilag a semmiből, hiszen nem volt semmi előzménye annak, hogy ő belőle itt alapember lehet, de ott egy kicsit kényszer szült a helyzet volt, amikor Herceg András berobta őt a csapatba a Vasas ellen. Rögtön ugye góllal debütált, aztán ott volt egy szenzációs sorozata, betalált a Diós Györgynek, betalált a Felcsútnak is, ott húzta a csapat szekerét sokáig abban a nagy sorozatban. Aztán az ősz végére egy picit visszaesett a teljesítmény, de szerintem ez így egy 21 éves ráztól ez valahogy törvényszerű volt, hogy egy ilyen kis hullámvölgy beült majd neki. Szerintem kicsit nehezen kezelte ezt a hirtelen jött hírnevet és sikert, emiatt kicsit a játékán is meglátszott, hogy önzőzni kezdett az ősz végére, de bízom benne, hogy tavasszal majd ő is tiszta lappal indul, és ismét húzó embere lesz a csapatnak. Gábor? Volt ott, nem mondom. Bocsánat. Csapat, igen, az egyik jelöltem az mindenképp Priskin Tamás, aki ugye hát válogatott kerettag, és nagy külföldi múlttal hazaigazolt a Fradiba, hogy majd megváltja itt a világot, és hát nem sok mindent láttunk tőle az ősszel, mondjuk speciál pont ellenünk ollózott egy gólt, ez volt szerintem az egyik, és talán egyetlen értelmes megmozdulás az őszi szezonban, úgyhogy mindenképp szerintem az egyik legnagyobb csalódás Priskin Tamás. A másik választottam pedig Gróf Dávid a Honvédból, aki talán többször festette át ősszel a haját, mint ahány jó meccse volt válogatott keresztére, és hát ugye ott volt az a Újpest elleni nagy potyagólja is, az a 30 bekapott gól sem mutatott. Milyen potya? Gyakorolt figurában, az egy védhetetlen lövés volt. Tudod, mennyit gyakoroltuk azt? Jelen volt benne. És nálam mindenképp ő az egyik jelölt, aki ugye válogatott kerettag is, és ennek ellenére ilyen produkcióval rukkolt elő. Majd szerintem... Igen, a legjobb edző pedig Herceg András, of course. Én úgy gondolom, hogy a semleges térfél majd egy Gróf Dávidnak egy órát össze fog dobni, karácsonyról ne késsen el a második fél időről, ez neki kétszer is sikerült. Jó, Gábor? Hát az államcsapatban én más oldalról közelítettem meg a dolgokat, és én egy olyan játékost jelölök elsőként, aki nem egy világverő csapatnak a játékosa per pillanat, de azt hiszem, hogy nélküle százszor nehezebb helyzetben lenne a csapat. Ez egy kapus, aki a Vasasban véd, amit én a Vasastól az idén láttam, és ami összefoglalót láttam, azt kell mondjam, hogy ez a Pali, amit az idén produkált, szerintem az lenyűgöző volt, ez a Kamenár, azt hiszem Lubosra keresztül, bocsánat, ha rosszul mondom. Teljesen jól mondott, Gábor, úgyhogy. A másik játékosom az a Haladásnak ez a fiatal csatára, és lehet, hogy most itt a Varga Kevinnel egy kicsit... vagy tőle egy kicsit bocsánatot kell kérjek, de én jobban emlékszem a Hali srácnak, és a nevét elnézést kérek, de valamilyen Tamás, azt hiszem. Kis Tamás. Kis Tamás, akkor őrá gondolok. Nem csak azért, mert ilyen fiatalon és így, hanem azért is, mert ott ugye volt egy stadionavató ráadásul pont az FTC ellen, és pont egy olyan, és egy akkora gólt lőni, tehát ez egy másnak egy karriergólja, én nagyon remélem, hogy ez a srác ez csak a kezdet, és lesz neki még alkalma jelöléseket kapni tőlem, úgyhogy tulajdonképpen én egy bizalmat szeretnék ennek a gyereknek adni, és remélem, hogy nem fog elcsúszni ez a séró ügy nála olyan mértékekbe, hogy veszélyeztetné a sikereit. Aztán, ahogy láttam a ti jelöléseiteket, arra gondoltam, hogy kicsit akkor megpróbálok én is hazabeszélni, és harmadiknak betettem a Novotny Somát, akit egyébként én nagyon tisztelek azért a hozzáállásért és produkcióért, amit az ősszel ebben a nehéz helyzetben lévő Újpestben nyújtott. Eleve a gólok számát tekintve is már tiszteletre méltó a produkciója, de ő ennél sokkal többet is tett a pályán. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fiatalkora ellenére is, meg az, hogy gyakorlatilag az első szezonját
úszta le Újpesten, bár már egy éve, ugye mi leigazoltuk, aztán kölcsön kellett adni, mert hogy nem igazolhattuk le mégse. Tehát papíron már egy éve itt van nálunk, de gyakorlatilag csak 3 vagy 4 hónapja. Tehát ahhoz képest ő egy vezéregyéniség szerepet is be tudott tölteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy neki mindenképpen jár. Hát a loser csapatban ott nagy volt a tolongás, és én azt hiszem egyedül is össze tudtam volna állítani ezt a csapatot. A kapusok simán megvan, a Balázs az már be is ajánlotta a sátot, de nem ő rájuk gondoltam, és gyorsan meg is magyarázom először, hogy abszolút nincs komplexusom, de egy csapatból van a két úriember, és nekem a pályán nyújtott viselkedésükkel van problémám, ez pedig a fehérváriaknak a két, egyébként azt gondolom, hogy a magyar mezőnyből tudásuk alapján simán kimagasló játékosa, ez a fekete srác, a Henti, és hát a Lazovic, akiről most már szertornász lenne, akkor már egy elemet neveztek volna erről. Vagy egy breakdance elemet, vagy nem. Hát igen, na most én nyitottam egy kategóriát is magamnak, vagy hát nekünk, én a sportvezetői kategóriában is szeretnék jelölteket állítani, és rengeteget gondolkodtam, hogy pozitív példaként ki tudnék mondani. Jutott eszembe egy-két név, de nem tudnám tiszta szívből mondani, úgyhogy ezt rátok bízom. Viszont hát a negatív kategóriában szintén óriási a tolongás, és a célfotó sem nagyon tudott dönteni. Kérlek szépen, hát Kubatov Gábor és Roderick Düsselt elé egyszerre tudtak áthatolni a célvonalon. Óriási fölénnyel, de a dobogóra azért még Gyarmati Eszter is oda fér között, úgyhogy itt nagyon nagy volt a tülekedés. És akkor az edzőkkel kapcsolatban nálam a Rossi győzött, de a Herceg Andrásnak a munkáját is nagyon el kell ismerni. Azt kell mondjam, hogy valóban várakozáson felül behozta a Debrecent egy olyan pozícióba, amire senki nem számított, de azért a Rossi mégiscsak egy bajnokcsapatot csinált, és ráadásul egy olyan körülményekről indulva, amit nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy az a Kispest az honnan indult el, és hova érkezett el. Most azért látjuk, hogy ez a Honvéd az idén más, úgyhogy nem a Rossi van ott, úgyhogy szerintem elvitathatatlanak az érdemei. És amikor eszembe jutott az, hogy csak egyet jelölhetek, de kettő van, akkor azt kell mondjam, hogy picit sajnálom, hogy a ti jelöléseitekben elfelejtettétek a Vignevicset ugyanis. És én most itt megemlítem. Tehát ami Újpesten volt az ősszel, az mindenről szólt, csak a labdarúgásról nem. És tudjátok, hogy előtte is ki voltunk zárva az átigazolási időszak, stb. Most ennek ellenére ez a csapat az 5. helyen telel. Én azt gondolom, hogy az ő nevét minimálisan meg kell említeni akkor, amikor. És hát a Lócitrom díjasoknál meg... Én nem tudok mást mondani, mert amikor egy edző megpróbál minden olyasmit, aminek van köze valamilyen szinten a labdarúgás, tehát befolyásolja a labdarúgást, de ahhoz nincsen köze, az nekem nem szimpatikus. És ez nálam a Pintér Attila. Jó, Kristóf? Na, igazán örömmel végre sorra kerülök. Először is teljesen egyetértek Gáborral, ugyanis ha nem a Kamenár véd nálunk, akkor szerintem lenne olyan 58 kapott gólunk, nem pedig csak ez a 37, amivel még mi is vezetünk, de hát ez most más kérdés. Szóval a lényeg, hogy egyértelműen itt a Vasasnak rengeteg meccsét azt a Kamenár tartotta meg. Tehát az, hogy egyáltalán még a sok nullás hátránynál is volt értelme játszani, illetve az a profi mentalitás, amit hozzáad a csapathoz, ugyanis szemmel láthatóan az egyetlen ember, aki ideges a bekapott gólok miatt. Úgyhogy ő mindjárt az első ember, akit meg tudnék említeni, hogy kiemelnék így a félés során játékost.
Ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, ezért a másik játékos, akit pedig mondanék, az Remélő Mohamed. Ugyanis most már így 33 fölött azért sikerült végre élete meccsét lejátszania, és pont a Kispest Honvéd ellen, aki ugye egy jó nagy rivális. Ez pedig az egyik olyan mérkőzés volt ebben a szezonban, amikor tényleg mocskos jól játszottunk. Talán azt mondom, hogy az elképesztő módon, reményt keltő módon, ugyanis olyan dolgok történtek azon a meccsen, amik 200 évente szoktak előfordulni, hogy egyrészt 4 gólt rúgtunk Kispesten, a másik, hogy ebből 3-at ugye Remélő Mohamed rúgott, ami szintén, tehát egy mester, Vasas Mester 3-as, az marha régen volt. Talán András emlékszik rá, mert utoljára az MTK-nak rúgtunk egyet még Belicki révén, úgyhogy maradjunk annyiba, hogy szerintem emiatt én mindenképp őt ide sorolnám. A másik fele, ugye vannak ezek a citromdíjas játékosaink, vagy lócitromdíjas, ahogy említetted, Gábor. Mindenki azt várna tőlem biztos, hogy Burmeistert mondom, csak hogy az a nevetséges az egészben, hogy a videótont az ő 2 góljával vertük meg. És ez volt a másik mérkőzés, ahol tényleg jól játszott a Vasas. Tehát innentől kezdve meg nem hiszem, hogy azt tudnám mondani őszintén, hogy pont ő beférne ebbe. Viszont mondanék egy ellenlábastól sajnos, ugyanis a Juhász Rolandot, névrokonomat említeném meg, aki szerintem borzasztó moskos módon játszik. És ebben az a szomorú, hogy igazából egy olyan válogatott játékosról van szó, meg akinek nemzetközi karrierje is volt, és ugye az Anderlachtnél elismert játékos volt, és ennek ellenére elképesztő gusztustalan módon viselkedik folyamatosan. Tehát borzalmas, amit leművel a pályán így gyakorlatilag ebben a stílusban. Tehát nem tudom ezt sajnos hova tenni. A másik, akit viszont mondanék, és ugye őt itt Balázs úgy emelte ki, hogy mennyire sokat tett a Debrecenén, hát pedig ez Nagy Sándor sajnos, ugyanis olyat hülyeséget én még életemben nem láttam, hogy egy kapus kisétáljon a 16-oson kívülre kezében a labdával. Sok minden fasságot láttam már NB1-ben, ez szerintem... És ez a sorfal, a kettében ezt a sorfal... Igen, azt hiszem az is azon a meccsen volt. Az rögtön abból a helyzetből, ahogy kaptuk a gólt, igen. És maradjunk annyiba, hogy szerint, és akkor itt át is vezetném a dolgot, hogy szerintem a Debrecennek a menetelés az nem az ő védései múlik, hanem azon, hogy az edzőjük, Herceg András, akit én szerintem a szezon, vagyis ennek a fél szezonnak a legjobb edzője, mert ugye Gábor kitolta ennek a dimenzióját az egész naptári évre, de én csak ezt a fél szezont nézném, a szerintem a legjobb edző, ugyanis meg kell nézni, hogy milyen csapattal van ott a dobogon, kb. Mint tavaly Öning. Tehát maradjunk annyiba, hogy szerintem inkább ennek a 2-1-es védekezésnek az alapos kigyakorlásában rejlik a debreceni siker, és pedig abban, hogy például mondjuk pont a Vasasnak ugye nem nagyon voltak gólhelyzetei ellenetek, ami gyakorlatilag ennek a következménye, hogy mezőnyben megtudtátok ezeket a problémákat oldani, és ez pedig mindenképpen az edzőnek a jártasságát díjazza. Akit viszont ugye már említettünk, és én abszolút a negatív kategóriába tartozom, az Pintér Attila. Mert még Tomás Dollal elmondható az, hogy legalább az ére fölvitte a Ferencvárost, még hogyha nála is végtelen lehetőségek vannak, és igazából nincs olyan konkrét alapjáték a franc. Na, Pintér Attila aztán semmit nem produkál. Mert akármit akar, az megvan, azt közben eredmény, meg semmi. És ez a nevetséges, ja, és hozzá még dűrhő paraszt is. Szóval ez a minden, ami szar, így vagy minden, ami rossz egy emberrel kapcsolatban, az így elmondható. Szóval ezt egyszer nevetségesnek tartom a viselkedését, és oltárira képmutatónak. A múltkor azt hiszem, ha jól tudom, említett valami ilyesmit, hogy milyen fontos a fiatalok játszatása, vagy valamilyen nyilatkozata volt. Na, aztán most lejött ez a lista, hogy ki mennyi fiatalt játszatott, sajnos a Vasas lecsúszott a második helyre a haladás mögött, ennek megvan egyébként a magyarázata, de a felcsút az annyira a legutolsó volt, hogy valami 86, vagy nem tudom, valami ilyen percről volt szó. Tehát, hogy egy mérkőzés nem játszott végig egy fiatal játékosuk. Wow. Saját nevelés. Tehát a legutolsó. Annyira legutolsó volt, hogy nem is tudom, hogy annál a nulla volt, nulla lehetne kevesebb szerintem. Jó, neked mi a sorrend? Bocsánat? Még a Kristóf. Van? Ja, na igen. Jó, szóval ugye mondanám a Pintér Attilát, viszont ugye most nincsenek itt a Diós Győriek, de Emődi Zoli elküldte a maga típjeit, és szerintem nem sokan tévednek, amikor azt gondolják, hogy azért alapvetően az, hogy beírta a balett csapatba Lazovicsot, az szerintem a breaktánc és egyéb jelenetei miatt azért alapvetően jogos, a második jelöltje pedig ugye Kisbogesz volt, aki az örök tehetség kategória, az erőnléti edzés az nem téma, meg ilyen hasonló jellegű dolgok miatt,
viszont az államcsapatba ugrait, és Favella Fakanál Fatányér Vellát jelölte, úgyhogy Józsi, légy szíves, mondd el, hogy miért ezeket a játékosokat jelölte. Azért, mert rendszerben játszanak, és valakinél nagyon visszhangzom megint. Na mindegy, tehát, hogy az én csapatom, ugye a legjobb játékosnak én is kicsit hazabeszélek, a Penszilt választottam, ugye fiatal srác, akit sikerült a Ferencvárosba elhozni, megint visszhangzok valakinél, és az én választottam is, ugye megbeszéltük, hogy nem jelölgetjük egymást, de nem tudok mellette elmenni, szintén a haladásból a kis Tamás lenne. Ezekre a srácokra nagyon-nagyon nagy szükség van, és ez kritika is a tapasztalt NB1-es játékosokra, hogy a citrom díjain pedig a Halmosi és a Juhász Roland. A két volt válogatott játékos, akik mindent megtesznek azért, hogy ne legyen jó pozitív reklámja a labdarúgásnak. Tehát mind az öltözőben, mind a pályán úgy nyilvánulnak meg, ahogy az nem lenne szabad, ahelyett, hogy a tehetségüknek megfelelően a labdarúgással foglalkozzanak. Tehát a Halmosiról most teljesen, hogy a játéka azért már nem fiatal emberről beszélünk, az is kívánnivalót hagy maga után, de az öltözőben való viselkedése, a fiatalokhoz való hozzáállása, és az a fajta edzőbuktatás, amit mondjuk egy Mésző Gézával megcsináltak, ez én úgy gondolom, hogy nem egy sportemberi mentalitás. A másik Juhász Roland, aki sokáig a Bezzeg futballista volt a szememben, mégiscsak meg tudott kapaszkodni egy belga bajnokságban, stabil teljesítmény nyújtott ott is, meg a válogatottban is. Nem értem egyszerűen, hogy miért van neki szüksége erre a mutogatásra, erre az undorító viselkedésre. Tehát én úgy érzem, hogy a tiszteletet megkapja a többi játékostól is, kellően tisztelik szerintem a játékvezetők is, nem tudom, miért van erre neki szüksége. A citromdíjas edzőm, sajnos azt kell, hogy mondjam, a Pintér Attila, és azért, mert nem azért, mert nem ért a labdarúgáshoz, hanem azért, mert a lehetőségek kimeríthetetlen anyagi tárházával rendelkezik, és mégsem tud igazán élni vele, és a viselkedés, ami szintén nem sportemberhez méltó, ahogy szokott nyilatkozni is. A legjobb edzők közül sokat hezitáltam, hogy kit választanék, ugye általában tudjátok, hogy a Bódog Tamást jelölném erre a pozícióra, de azt mondom, hogy a Herceg András legalább ugyanolyan jó szakember, sőt, teljesen más a két embernek a karaktere, de az a munka, amit a Herceg András most ugye a saját házuk táján elvégzett, az ember, az igazi pedagógiai érzékről tesz tanúbizonságot. A Bódog Tamásnak a stílusteremtő munkájával, amit már sokszor megkaptam, hogy miért beszélek erről, igenis szükség van, és erre idő van, időre van szüksége. A játékos keret sem olyan, amit annak idején ugye megígértek neki, és én továbbra is híve vagyok ennek a szisztematikus munkának, amit elvégez, amit akár azt lehet mondani, a Rossi is elvégzett, hiszen nem egy év alatt lett bajnok, hanem több év alatt. De a Gábornak van hozzáfűzni valója. Hát igen, te elég sokszor szoktad ostorozni a Tomás Dolt, az FTC-nek az edzőjét. Én egy picit azt vártam, hogy esetleg ő lesz nálad a citromdíjas edző. Én egyre több helyről hallom azt, hogy nála olyan problémák is vannak, amik, hát hogy is mondjam, toxikológiai kérdéseket is felvethetnek. Te erről hallottál-e valamit, vagy nem? Isten, igazából ilyenkor azt szokták mondani, hogy sem megerősíteni, se cáfolni nem tudom ezt a dolgot. Nem tart, tehát igazán nem mondhatok nevet, de kaptunk már olyan levelet, hogy egy ilyen szakembernek a levelét, illetve többször is írt nekünk, hogy Tomás Dolnak szüksége lenne orvosi segítségre. Ennyit igazán mondok, mindenféle vagdalkozás nélkül, és nem rossz hírét keltve ezzel Tomás Dolnak. Voltak neki már régebben is problémái. Én ezt most véleményt fogalmazok meg, lehet, hogy ezek a problémák megint előjöttek, hiszen a viselkedése sajnos errefelé mutat. Citromdíjat igazán azért akkor adnék neki, hogyha nem vezette volna első pozícióba most a Ferencvárost. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit valakinél megint visszhangzok baromira. Tehát, hogy az a problémám a Tomás Dollal, hogy illetve nem, a Ferencvárossal, hogy nem tudom, hogy milyen célkitűzések voltak elég kitűzve.
Hogyha az volt a célkitűzés, hogy csak és kizárólag, hogy első helyre vezesse a Ferencvárost, akkor a Tomás Doll egy jó edző, illetve hát megtette azt, amit elvárnak tőle. Ha az is célkitűzés, hogy legyen a Ferencvárosnak egy alapjátéka, a Ferencvároshoz méltó stílusos labdarúgása, akkor nem teljesítette ezt a célt. Tehát ahhoz tudnom kellene, hogy pontosan mit vártak el tőle. Én úgy gondolom, hogy viszont ez megint csak a saját véleményem, hogy a Ferencváros edzője, mint a rekordbajnoké, igenis arra predesztinálja, hogy legyen egy állandó olyan labdarúgása a Ferencvárosnak, amihez bármikor nyúlhat, amihez folyamatosan visszhangzok valakinek. Nem folyamatosan, most kezdett el megint. Tehát, hogy az a lényeg, hogy én ezt elvárnám a Ferencváros mindenkori edzőjét, és legyen az a Tomás Doll, vagy legyen az a következő, vagy legyen az az előző edző is. Tehát ez kötelező elvárás lenne a Ferencváros mindenkori edzőjétől. Azt hiszem, akkor a citromdíjakat is kiosztottam én is. A következő témánk talán az lehetne, és aztán majd be is fejezzük, hogy mindenki egy pár szóban értékelje a saját csapatának a teljesítményét. Majd a Diós Györgyek a következő adásban elmondják, hogy ők kit jelöltek és kit nem. András? Ugye nagyon, nagyon tanulságos, és örülök neki, hogy nem jelöltetek MTK játékost a citromdíjasok közé. Nem sértődöm meg, hogy a legjobbak közé sem, de nyilván azért, mert mi az MB2-ben játszunk, egy kicsit egyszerűbb, áttekinthetőbb ez a helyzet. Én azt mondom, hogy reménykeltő a szituáció abból a szempontból, hogy úgy gondolom, hogy jó esélyünk van arra, hogy megnyerjük az MB2-es bajnokságot, még nagyobb esélyünk van arra, hogy felkerüljünk jelenleg, de bizony el kell gondolkodni azon, hogy kiket, hogyan, mint erősítünk, és jó lenne egy pár játékost egyébként odahozni. Én nekem a Bognár Pista ellen sem lenne semmi kifogásom, megmondom őszintén. Szóval a mi játékrendszerünkbe úgy gondolom, hogy lenne helye, mert ennek a játékosnak azért voltak olyan megoldásai mindenhol. Lehet, hogy én mindig jókor kapcsoltam oda, mert én nem nézem ezeket a meccseket meg, de én Diós Győrben is láttam egy-két olyan mozdulatát a Palinak, amikért érdemes kimenni meccsekre. Tehát ahogy az ő lábán áll a labda, azért nem véletlenül vitték oda. Én tudom, hogy egy ütközősebb futball a mai futball, és hogy nem ütközik eleget, vagy van valami probléma. Nem tudom, hogy a hozzáállásával van, mert ez a gyerek, ez agyban, ez egy okos srác. Tehát én konkrétan tudom róla, hogy ez egy okos srác. Nem tudom, hogy tudják-e kezelni normálisan. Azt látom, hogy a Doll soha nem is teszi be. Egy kupa meccsen játszott, amikor a csapat konkrétan teljesen szarul játszott. Tehát tök mindegy volt gyakorlatilag, nem nyújtott kiemelkedőt. Én elnézegetném az MTK-ba, főleg azért, mert a Józsika most elég gyakran sérült, és kell egy ilyen pali, akit oda lehet állítani, így egy szabadrugás mögé, aki tud adni ilyen labdákat, és aki a középpályán, a Józsika se volt egy nagy labdagyűjtő nálunk, meg labdaszerző, oké, hogy csúszik, mászik, megy a labda után, meg nagyon, nagyon, nagyon küzd, de ő se az a nagy ütköző, fölugrik fejen, tehát ő azért megteszi, de én úgy gondolom, hogy ez kialakulna nála is egy idő után. Játszatni kell, hogy érezze, hogy ő a tízes, ő az irányító ott középen, amihez ő ért, és úgy gondolom, hogy itt az ideje. Én örülnék neki, hogyha jönne, és de zárójel bezárva, remélem, hogy tudunk igazolni játékosokat, és hogy visszajön majd valaki, aki formában is van. Ugye a Ramosnak volt jó meccse is, meg rossz meccse is a haladásban, egy méterről is kihagyta, de volt, hogy nagyon szép gólt lőtt, hát hullámzó, és támadó szinten még úgy, ahogy esetleg megvagyunk, főleg, hogyha majd a Lencse Laci is NB1-es formába kerül esetleg újra, mert neki azért még lehet esetleg jó meccse. A csapat többi részén, hát azért vannak kétségeim, de attól függetlenül bízom a fiúkba, meg a szakvezetésbe. A Tamásnak se voltak, a Feckó Tamásnak sincs NB1-es meccse, azért ez is köztudott, ez egy más kávéház az NB1, akármennyire is hasonló játék, amit játszanak, más kávéház, más hangulat, más csapatok ellen, de én bízom benne, hogy én tartom annyira tehetségesnek, hogy ezt meg tudja majd oldani, úgyhogy hajrá MTK. Balázs? Hát ugye a mi szezonunk az eléggé felemásan sikeredett, bár nem felezném meg az időtartamot, mert ugye az első 5 meccset nevezném az egyik felének, és a maradék 14-et a másodiknak. Hát az első 2 meccsen mutatott játékunk alapján rögtön azt gondoltuk, hogy olyan szezon, sőt, még rosszabb vár ránk, mint ami tavaly. Ugye pont nélkül álltunk kieső helyen, kilátástalan játékkal, és olyan játékosokkal, akikben
hát finoman szólva sem láttuk azt a potenciált, hogy velük hogy tudunk majd bennmaradni. Ugye említettem Nagy Sándort is, hogy ő is hogy kezdett, hát finoman szólva sem adott bizakodásra okot az a kezdésünk, maradjunk ennyiben. Viszont ugye jött az a ötödik forduló utáni hirtelen nagy váltás, amit mindig azzal kötünk össze, hogy akkor igazolt el Holman Dávid, és akkor tért vissza Bódi Ádám. Itt egyrészt kikerült egy olyan elem a csapatból, ami mentálisan abszolút visszahúzta a társaságot, ugye Holman, és visszatért egy saját nevelési játékos, aki pedig sokat lendített a játékunkon. Ezzel egy időben Herceg András egy újabb taktikai elképzelést valósított meg, és az abszolút bevált, megindult a szekerünk, hogy ugye 9 meccsen keresztül nem kaptunk ki, és hát a dobogón terünk, amit szerintem a legelvakultabb szurkolók sem gondoltak volna még a szezon előtt, úgyhogy szerintem egy rosszabbunk nem lehet, nincs is, abszolút meg vagyunk elégedve ezzel a szereplésünkkel, és hasonló folytatást kívánunk magunknak tavaszra, és reméljük, hogy tényleg visszatérünk arra a szintre, ahol pár évvel ezelőtt volt a debreceni foci. Gábor? Hát ugye nálunk azért nehéz értékelni a szezont, és most már nem az első ilyen, mert már említettem, nálunk nem a fociról van elsősorban szó, hanem mindig valami másról, ami egyébként már megbeszéltük százszor a magyar focira is összességében igaz, de hát nálunk az idei ősz az különösen a két dologról szólt. Az egyik ez a címerügy, a másik pedig az ebből fakadó folyamatos büntetések és zárt kapuzások. És ha ennek függvényében nézem az egész őszünket, akkor persze hullámzó volt, mert kezdtük valahol, mit tudom én, hetedik helyen, és akkor sokáig a nyolcadik hely környékén voltunk, néha gyűjtögettünk pontokat, néha nem. Bár hozzáteszem, hogy az elején nagyon reménykeltő volt az egész, mert az FTC is úgy szerzett ellenünk pontot, hogy az utolsó pillanatban egyenlített ki a második fordulóban, és azt hiszem az egy eléggé megnyert meccs volt a mérkőzés képe alapján. És aztán a következő meccsen a Fehérvár ellen is felcsúton úgy történt, hogy vezettünk 2-0, és akkor az utolsó 6 percben szerzett 2 gólt a videóton. Aztán utána ott történhetett valami, mert ez megváltozott, és inkább már görcsös volt a játék a csapatnak. Hogy gyűjtögettünk pontokat, aztán szerencsére mindig jött valamelyik kedvenc ellenfelünk, általában a Vasas, amelyiket bárhol játszunk, akárhova viszik a meccseinket, nem találnak mostanában olyan hazai pályát, amelyiken meg tudnának bennünket verni. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy ha Kristóf beleegyezik, akkor úgy kéne csinálni a magyar bajnokságnak a verseny kiírását, hogy minden második fordulóban legyen egy Vasas-Újpest meccs. De lényeg a lényeg, hogy aztán a vége fele azért kiegyenesedtek itt a dolgok. Én egy picit hosszúnak éreztem azt az időt, amire a klub vagy az edző meg a játékosok hivatkoztak abban a tekintetben, hogy sok az új ember, ami igaz volt, és hogy össze kell szokni, és még nincsen kialakult játék, most sok minden megváltozott, mert eddig nem volt csatárunk, most lett csatárunk, most ez van, most az van, csapatkapitány új, tehát gyakorlatilag szinte minden megváltozott. Mindegy, lényeg az, hogy én ezt egy picit hosszú időnek éreztem, aztán ami még nagyon fontos volt a mi szezonunkat illetően, az, hogy a címerügy miatt itt elkezdődött a háború gyakorlatilag a szurkolók és az egyesület, illetve az anyaklub és az egyesület között. És ennek végeredményeként szezon közben, már közeledve a végéhez, távozott az eddigi ügyvezető igazgató, ami hát nálunk azt gondolom, hogy ez hát egy-két ember lehet, aki ennek nem örült. És tulajdonképpen egyetlen egy olyan hír lenne, amelyiknek még több ember örülne, az lenne, hogyha a tulajdonos is elmenne. Ez még egy picit várat magára, reméljük, hogy nem sokat, de összességében véve én azt mondom, hogy
mindent figyelembe véve az a csoda, hogy az Újpest komolyan nem sodródott soha az elmúlt 5 évben a kiesésnek a szélére, és ez valahol azért dicséri az edzőnek a munkáját. Kristóf? Jó sok minden van. Köszönöm Gábor, hogy szeretném minket ennyire ellenfélnek. Én is nagyon szeretném, hogy a csapattal minél többször játszanánk, mert a revans vevés az szerintem egy olyan dolog, ami kurva jó jönne most már nekünk, mert legalábbis én erre hegyezem a késem, hogy ezt csinálhassam a meccs után. Ez az egy. A másik, hogy ugye nekünk azért egy 2 meccsel mindjárt, sőt nem csak 2 meccsel, hanem még 27 perccel az áramszünet miatt, ugye hosszabb volt ez a szezon, mert ugye mindjárt kezdődött ugye az EL-lel, ahol sikerült először 5 perc alatt, majd utána 90 perc alatt 3 gólt kapni. Ezek után pedig egy rendkívül enervált szakasz érkezett el a bajnokságnak, ahol szerintem borzasztó gyengén játszottunk, még azokon a meccseken is, amit megnyertünk. Azokra a meccsekre talán azt tudnám mondani, mint az Egervári idejében a válogatott, hogy a győzelmen nem kell itt megmagyarázni, de bazd meg azon a győzelmen még magyarázkodni is kellett volna. Na körülbelül ez a szint. Utána pedig érdekes módon jött 2 olyan mérkőzés, ahol az eszméletlen királyjátékot produkálta a csapat. Én nem is hittem el, hogy erre képesek. Nem csak a Honvéd ellen, hanem főleg a Videóton ellen, ahol volt egy olyan 30 perc a csapatnak, amikor lesöpörtük a Videótot. Rúgtunk egy gólt, ugye mentünk az egyenlítésért, rúgtunk egy gólt, mentünk a második gólért, és rúgtunk még egy gólt. És utána mentünk egy harmadik gólért, amire már nem volt idő abban a fél időben. De lényeg, hogy az alatt a 30 perc alatt olyan szinten futballozott ez a csapat, hogy én nem is tudom, nem is hiszem el, hogy arra képesek voltak. Mert ami utána jött, az meg egy szégyen teljes tragikus szar. Hát ugye mi sem bizonyítja ezt jobban, ugye 10 vereség, ez a második legtöbb ebben a bajnokságban, az őszi szezon alatt, meg 37 kapott gól. Aminek a kb. 90%-a az abból ered, hogy a védők mögé belövöldözik a labdát, és az a játékrendszer, amit Tőnink használ, az teljes mértékben alkalmatlan ennek a kibekkelésére, mert a védekezésben nincsenek összerakva azok a mozaikok, amikkel ezt meg lehetne oldani, majd erről írni fogok azért egy rövid kis cikket, hogy ezeket körülbelül nagyjából úgy, hogyan lehetne úgy minimálisan helyreállítani még a jelenlegi feláll keret lehetőségei között is. A másik fele ugye most jött ki Vancsa Miklósnak egy ilyen lapszemlés cikke, vele egy készült interjú, hogy edzőkérdés nincs, úgyhogy valószínűleg bármi történik, ez lesz a folytatás. A másik fele, hogy valószínűleg senkit nem fogunk igazolni télen, illetve el se adunk senkit. Na most nekem ettől félig meddig eltérők az információim, de hát aztán majd meglátjuk, hogy kiért érkezik visszautasíthatatlan ajánlat. Hát viszont lelátót neveztek el róla most. Egyébként nem róla. Mert nem? A családjáról? Szerintem ott a család lehet a izé, bár megmondom őszintén, létavértesen nincsen semmilyen kapcsolatom, tehát nem tudom, hogy ott mi lehet, de az a lényeg, hogy annyit írtak, hogy a Vancsa családról. Tehát én azt tudom elképzelni, lehet, hogy esetleg ott már a szülők vagy a nagyszülők is esetleg a létavértesnek a sportját nyomatták volna, mert nekem ez jött le ebből a cikkből. Balázs, tudsz erről valamit? Annyit tudok, hogy Szima Gábor is létavértes, és egyébként nagy cimborák. Igen, ez így van. Bancsával, úgyhogy én ennyit tudok csak. Tehát is igazából ennyi. Hát most akkor rá már... Bocsánat, én nem tudom, hogy mi történt. Mi ez? Létavértesen az egyik stadion lelátóját, nem az egyik, tehát a stadion... Igen, pályán épült egy lelátó, és azt elnevezték Vancsa lelátónak. Most ezt sokan úgy fordították le, hogy a Vancsa Miklósról nevezték el, de a cikkben kiderül, hogy a Vancsa családról nevezték el. Ők létavértesiek, gondolom lehet, hogy már ott a családnak, mit tudom én, esetleg sokadik generáció, mert a Vancsa Miklós is a létavértesben sportolt, lehet, hogy már a sokadik generációja volt az, aki a létavértesi sportért tett. De ez nem a cégből, ez csak én vizionálom bele, mert nagyon úgy tűnik, hogy így van. Vagy a sütőpor támogatja, van csak a sütőpor. Az is lehet. Nem lehet, hogy ez a román gyerek, aki a Honvédba fotizott, az a van Csea, vagy van Csa, vagy mi a Vancsa, Viorel, vagy mi volt a neve? Viorel Vancsa, azaz. Nem hiszem.
Nem hiszem, de azt hiszem, az a Csepelben is volt talán, nem? Na mindesetre, hát akkor most ja, olvastam a chat falon, hogy a DVTK-t kell dicsérni, de nem ez a lényeg, hanem Gábornál visszhangzom. Tehát, hogy a Ferencváros értékelése, én gondolom, hogy most a saját szempontomból az, hogy most a Ferencváros csapata helyén van, az egyértelmű a lehetőségeket és a keretet tekintve, vagy a Videóton, vagy a Ferencvárosnak kell vezetnie ezek alapján mindenféleképpen a tabellát. Na most a Dóról ugye megfogalmaztam már a véleményemet, hogy ha mik az elvárások vele szemben, majd ha ezzel tisztában leszek, akkor esetleg még elnézést is kérek tőle. Én úgy gondolom, hogy a Ferencvárosnál, hogy valami nem volt rendben, azt ők maguk is látták, hiszen megpróbálták a keretet gyors játékosokkal feltölteni, és ez sikerült is. Amadou is, Pencil is, illetve a többiek is mind technikás és gyors játékosok. Az egyetlen nagyon brutális mellényúlás az a Priskin Tamás. Most nem tudom pontosan, hogy miért is hozták ide, amikor már köztudomású volt, hogy sérülten érkezett, nem fog tudni azt a teljesítményt leadni. Nem jobb, mint a Böde Dániel, akkor egyszerűen nem értem. Hát illetve értem, de most nem mondom el, hogy miért is került ebbe a csapatba. A másik dolog, ami miatt a Diós Győrt szoktam ugye Bezzek csapatként emlegetni, ezt most a Jutúró nevű nézőnknek, akinek majd egyszer nagyon szívesen elbeszélgetnék vele hosszabban és személyesen, elmondanám, hogy azért tekintem Bezzek csapatnak a DVTK-t, mert beengedtek a klubházba, megmutatták, milyen szakmai munka folyik ott, és egy hasonlóban volt részem nemrég a Ferencvárosnál, ugye kicsit normalizálódott a viszonyunk, és hát ott körbevezettek, és mindenbe kaptunk betekintést, csak a szakmai munkában nem. Tehát nagyszerű azt elnézni, hogy a néplégeti bázison milyen európai vagy annál magasabb körülmények vannak, tehát szinte Premier League körülmények között edzhetnek a játékosok, de én azt látom, hogy nincsen meg az a szakmai munka. Ezt a lehetőség, feltételrendszert, ha megbízok valakit, akkor bárki meg tudja csinálni. Ha megvan hozzá a pénz, megmondom neki, hogy mit kell létrehozni, akkor ezt bárki le tudja vezényelni, még ha nem is ért a labdarúgáshoz. Jelen pillanatban én úgy látom, hogy a Ferencvárosnál csak a szakmai munka hiányzik, és elsősorban az utánpótlásban. Itt van Teo Schneider, aki már nem tudom mióta dolgozik a Ferencvárosnál, egyszerűen nem látom a munkáját, nem látom azt, hogy a fiatal srácokat beépítenék a csapatba, ami az elsődleges lenne, hiszen a magyar csapatok közül még a tehetősebbek sem lesznek azok, akik majd meghatározó csapatok lesznek Európában. Nekünk úgy gondolom nevelő csapatnak és olyan csapatnak kell lenni, akik abból profitál, hogy egy nagyobb, erősebb bajnokságba el tudja adni a Bundesligába, a Premier League-be, Olaszországba, bárhova, de nem látok olyan játékost, és azért nem, mert nem kapnak lehetőséget. Inkább elengedik őket az NB3-ba, és helyettük olyan játékosokban bíznak, olyan játékosok visszatérésében, akik már túl vannak a pályájuk zenitjén, és ez nagyon nagy probléma. Hát én nagyon tisztelem a Gera Zoltánt, a Hajnal Tamást, de könyörgöm, nem ők kell, hogy legyenek a Ferencváros jövője, nem ők bennük kell bízni. Hanem bizony meg kell adni minden évben több lehetőséget azoknak a srácoknak, akik már az U-válogatottakban igenis bizonyítanak. És nem kell őket elsüllyeszteni NB3-ba, hanem a lehető legnagyobb terhelést kell nekik megkapni, és sajnos azt kell, hogy mondjam, néha be kell áldozni a sikerességet is azért, hogy ezek a játékosok előrébb jussanak. Nekem ez a véleményem. Úgyhogy ezért favorizálom én a DVTK-t, és ezért favorizálom majd a Debrecent is, ahova nagyon remélem, hogy el tudok jutni, és érdemes lesz majd olvasni a Loki blogot is, hiszen egy hosszabb interjút fognak közölni a Herceg Andrással, aki biztosan elmondja majd a hátterét ennek a feltámadásnak, most idézőjelesen feltámadásnak a hátterét, hogy hogyan tudta ő motiválni, hogyan tudta összerakni és sikeresíteni ismét a Debrecent. Úgyhogy annyit szeretnék még mondani, hogy én úgy érzem, hogy az értékelést befejeztem, ha valakinek valami mondani valója van, még azt nagyon szívesen veszem. András esetleg? András nem. Balázs? Hát én feszegetném azért ezt a Priskin kérdést, tehát ez egy válogatott támadó, ugye, aki ráadásul egy évvel ezelőtt még
még Hős is volt a nemzeti csapatban, hiszen pont az ülői úton rúgta azt a szép volt a norvégok ellen. Nem értem azt a kérdést, hogy mi lehet más az oka annak, mint hogy a teljesítményében bíztak ennek a gyereknek, hogy én úgy hallottam, már korábban is szó volt az ő szerződtetéséről az ülői úton. Akkor nem került oda, hát mi más lehet az ok? Hát nézd, akkor amikor ingyen megszerezhettük volna, akkor nem kellett, és amikor a Slovan Bratislava meg akart tőle szabadulni pénzért, akkor pedig rácsaptunk. Tehát ez érdekes. Vannak olyan történések a magyar labdarúgásban, de főleg Kelet-Európára jellemző ez, ahol nem elsősorban a kluboknak az előmenetele a fontos, hanem bizonyos sportvezetőknek, vagy sportból, labdarúgásból élőknek az anyagi előre haladása. Tehát most, ha bármit kimondok, akkor megint csak rágalmazni fogok. Én úgy gondolom, hogy mindenki nézzen a szavak mögé, és gondolkodja le azon, hogy vajon miért lehet ez. Esetleg a Gábor, akarsz még ezt hozzászólni valamit? Nem, megértettem arról, amit beszélsz. Igen, már korábban sokszor említettük ezt a dolgot, hogy a magyar fociban a foci az a másodlagos. És most megértettem, hogy miről van szó. Tudnánk más klubnál hasonló példákat emlegetni. Úgyhogy egyébként ebben a tekintetben nagyon kíváncsian várom az átigazolási időszakot, mert azt hiszem, hogy lesznek furcsaságok. Hát lesznek érdekességes, és én úgy gondolom, hogy a Bognár István, ő most nem pejoratíve értem, amit mondok, hanem ő helyére kerülne mondjuk az MTK-nál, át, ha esetleg az ottani pedagógiai munka megtenni a hatását, és az a játékstílus, ami az MTK-ra jellemző, ott lehet, hogy végre ki tudna teljesedni, és kitörne ebből a idézőjelesen fiatal tehetség kategóriából. András? Igen, én nagy esélyt látnék rá. Hát meg kell, hogy egyezzenek, ez a végén üzlet, gondolom, és ugye azáltal, hogy a Fradiba igazolt, elég magasan jegyzett lett, gondolom, anyagi értelemben, és nem tudom, hogy milyen feltételekkel lehet leszerződtetni, vagy hogy ő egyáltalán milyen feltételekkel megy el futballozni bárhol is. Még mielőtt berekesztenénk a szót, a Gábornak átadom a szót a Bánka Rakacki emlékversennyel kapcsolatban, pár információt szeretne közölni. Hát igen, most már ugye az véglegessé vált, úgyhogy újra megerősítem, hogy január 27-én lesz a Bánka Rakacki emléktorna. Szépen lassan elkezdtek érkezgetni a nevezések, úgyhogy azokat, akik úgy gondolják, hogy szeretnének ismét részt venni ezen a programon, azokat bátorítom, hogy küldjék el, mert 16 csapatnak a nevezését tudjuk elfogadni. Nem árulok el nagy titkot, hogyha elmondom, hogy lesz határon túlról érkező csapat is legalább egy. Egyébként a szervezés során most körülbelül ott tartunk, hogy véglegesedik a program, véglegesednek a helyszínek, a díjak, a csarnokok, a támogatók, úgyhogy mi most egy picit már kényelmesebb helyzetből tudjuk nézni a dolgokat, és tudunk foglalkozni a saját csapatunkkal is, amelyik az idén bomba erős lesz, úgyhogy én csak annyit tudok mondani mindenkinek, hogy reszkessetek. Ezt az idén meg tudjuk nyerni. A műsor jövőjével kapcsolatban szeretnénk is egy pár információt közölni. Látom, hogy kicsit most kevesebben nézitek, mint a szokásos, ez lehet betudható a diósgyőriek hiányának, Dávidnak, vagy egyszerűen csak annyi, hogy a bajnokság ugye téli szünetre vonult, mi azért nem fogunk téli szünetre menni, és még szilveszter előtt is igyekszünk adást készíteni nektek. A következő évtől pedig nem csak szurkolói műsor lesz, hanem szakmai műsorokat is fogunk esetleg hétközben készíteni edzők, szakvezetők, esetleg klubelnökök bevonásával, és esetleg aki a televízió készülékét fogja kapcsolgatni, az ne lepődjön meg, hogyha majd az egyik csatornán velünk találkozik. Bővebbet majd... Találkozni fogunk. Igen. Találkozni fogunk. Fix, hogy találkozunk.
Úgyhogy ezzel most be is fejezem, elköszönök mindenkitől, hajrá Ferencváros, hajrá magyar foci, ha addig nem találkozunk, kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek. Békés karácsonyt, és nagyon boldog Hanukát, sikerekben gazdag új évet kívánok mindenkinek. Balázs, szerte is. Én is kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, és Loki sikerekben gazdag, boldog új évet, sziasztok! Szevasztok, boldog karácsonyt, hajrá Vasas! Nagy csöndbe vagy. Hát az... Hát a mi karácsonyi ajándékunk az az, hogy nincsen új címer, vagyis egyetlen van a régi. Mindenkinek boldog karácsonyt és hajrá Lilák. Ez nem lehet a végszó. Sziasztok!